Néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával. Múlt héten volt majdnem 2700 dolláron is csúcson az arany, picikét, mintha megtorpant volna az árfolyam, de ez előszelebb egy esetleges áresésnek, vagy egyelőre ez még nem látszik. Kérdezem Schmidt Kálmánt, az aranypiac.hu Kft. Ügyvezető igazgatóját. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Maradjunk annyiban, hogy a világpiaci aranyár enyhén konszolidáló mozgást mutat jelenleg. Úgy tűnik ebben a pillanatban, hogy egyelőre megpihen a jegyzés valahol 2600 dollár környékén per uncia az eddigi történelmi csúcstól, amit valóban már majdnem 2700 dollár is volt a múlt héten. Most némileg visszább jött a jegyzés, ebben a pillanatban 2620-21 dollár környékén jár az árfolyam. Ez eddig csak egy minimális korrekció, ha lehet egyáltalán korrekcióról beszélni. Forintra átszámolva egyébként 30.600 forintos grammárat kapunk. Forintban is jártunk az utóbbi napokban már 31.000 forint felett is per gram, ami a begyengült forint árfolyamnak is volt köszönhető. Emiatt nyilván drágul minden eredendően külföldi devizában jegyzett áru, így az arany is, hogyha forintra átszámítjuk ezeket az árakat. Az árfolyam további irányát illetően nehéz prognózist mondani. Nyilván egyfelől látszik, hogy nagyjából egy éve, amióta Izrael és a Hamas között kirobbant egy háborús konfliktus, ami az egész Közel-Keletet lángba boríthatja, szinte töretlenül emelkedik az aranyár. Ez a töretlen emelkedés 12 hónap alatt nagyjából 30%-os drágulást jelentett eddig. Ugyanakkor a tapasztalat mégis azt súgja, hogy nincsen emelkedés korrekció nélkül, ami emelkedik, az előbb vagy utóbb csökkenni is fog, csak hogy ez az előbb vagy utóbb jelentheti azt, hogy akár már most belépünk egy korrekciós szakaszba, és visszaadjon az aranyár, akár 10-15%-ot is, de jelentheti azt is, hogy még további 20%-ot megy feljebb egyelőre az árfolyam, és majd csak akkor jön egy nagyobb visszarendeződés, mondjuk 3000 dollárról, ez gyakorlatilag képtelenség ebben a pillanatban megjósolni. Képtelenség leginkább azért, mert kiszámíthatatlan, hogy miként alakulhatnak a geopolitikai konfliktusok, bizonytalan a további kamatpálya, megjósolhatatlan, hogy kinyeri az amerikai elnökválasztást, csak hogy néhány potenciálisan piacmozgató eseményt említsünk. Mindezekre vannak persze szakértői prognózisok, sokféle vélemény, de végső soron kalkulálhatatlanok ezek az események. Volt egy munkaerőpiaci adata az Egyesült Államokban még múlt héten pénteken, ami viszonylag jobb lett. Ez óvatosságra késztetheti a Fedet, nem a korábban kalkulált mértékűek lehetnek a kamatcsökkentések, vagy ez ennyire nem okoz fejfájást a Fed döntéshozóinak? Biztos, hogy van jelentősége ennek, egyértelműen látszik az aranyárfolyam alakulásában, hogy múlt héten pénteken, amikor ez a munkaerőpiaci adat kijött az Egyesült Államokban, az okozta, az váltotta ki a megtorpanást az aranyárfolyam emelkedésében. Ott tetőzött az árfolyam, és azóta kezdett valamivel lejjebb kerülni. Hát azóta megjelentek olyan spekulációk a piacon, hogy a Fed következő kamatdöntő ülésén, ami pont egy hónap múlva lesz majd novemberben, esetleg visszább vehet az előre jelzett kamatcsökkentési tempóból, sőt, akár szünetet is tarthat a kamatcsökkentésekben. Hát minimum 25 bázispontos kamatcsökkentést várt a piac eddig a novemberi kamatdöntő üléstől, sőt, sokan 50 bázispontot vártak, ha most ehhez képest esetleg nulla lesz, egyáltalán nem csökkentenek, akkor az azért egy meglepetés a piac számára, és talán úgy tűnik, hogy most ezt árazza is bizonyos fokig az aranyárfolyam ezt a lehetőséget. Az utóbbi pár napban volt egy érdekes jelenség, az ázsiai tőzsdék jó nagyokat zuhantak, főleg a hongkongi, illetve a shanghai. Ez az arany árfolyamában nem okozott egyfajta turbulenciát? Tehát arra gondolok, hogy nem menekült át ide némi tőke? Hát ez így rövid távon én legalábbis az árfolyamban nem láttam, hogy menekült volna tőke ázsiai piacok részvényekből az arany irányába. Inkább hosszú távú folyamatként állapítható meg az, hogy minden nemű kereslet az arany iránt erősödik. Elsősorban én azt gondolom, köszönhetően a
várható kamatcsökkentéseknek, a globális kamatszinteknek a lefele csúszásában keresendő elsődlegesen, azok nyilván a geopolitika is belejátszik ebbe, de látszik, hogy nyugattól keletig az Egyesült Államokban elsősorban az arany ETF-eknél egyre növekszik a betéti állomány, a keleti világban pedig, Ázsiában pedig fizikai aranyat keresik elsősorban ékszer és befektetési arany formájában, rudat, érmék formájában a befektetők, a jegybankokról meg akkor már ne is beszéljünk, amelyek rekord szinteken vásárolják az aranyat, úgyhogy úgy látszik minden irányból, ami elképzelhető, áramlik azért a tőke az aranypiacára jelenleg. Schmidt Kálmánt, az aranypiac.hu Kft. Ügyvezető igazgatóját hallották, köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát önnek, viszont hallásra. Köszönöm én is, viszont hallásra. Néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával.